Beszterci Attila színművésszel beszélgetünk az ifjúsági Bélet-sorozatról. Az első kérdésem az volna, hogy hogyan alakult ki ennek a rendezvénysorozatnak a műsora? Magát az egész programsorozaton a művelődési ház igazgatónőjével, Katona Katalinnal találtuk ki, hogy van egy olyan része a gyulai fiatalságnak, akik nincsenek megszólítva. Ezek az általános iskola felső tagozatosai és a középiskolások. Rám bízta ezt feladatú, hogy én állítsam össze ezt az előadás sorozatot. Most kezdetnek úgy gondoltuk, hogy három előadással indítsuk el, és lássuk azt, hogy milyen igények vannak a fiatalok részéről, és azt kell, hogy mondjam, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, mind a diákok, mind a pedagógusok felől. Ez teljes mértékben rám bízta. Nyilván azért sugallta nekem, hogy egyeztessek a pedagógusokkal, ami természetesen meg is történt, és folyamatosan kapcsolatban is állunk a pedagógusokkal, a véleményüket kikérjük, és persze a gyerekeknek. Most az utolsó előadásunk után fogok egy kérdőívet is kitöltetni a gyerekekkel, hogy melyik előadást tetszett nekik legjobban. Nyilván ezeket az irányokat, mivel hogy most indítottuk be ezt az előadás sorozatot, ezt szeretnénk pályára állítani. Nagyon érdekel minket, hogy a fiatalok mit szeretnének. Nyilván azért a lehetőségeink korlátozottak, és azt álmodtuk meg, hogy itt ebben a fantasztikus épületben legyenek ezek az előadások, ezért a magához, az épület jellegéhez is próbáljuk megálmodni az előadásokat, de mindenféleképpen azt tartjuk szem előtt, hogy a gyerekek egy olyan világgal ismerkedjenek meg, egy olyan kulturális formával ismerkedjenek meg, amit mondjuk a tévé és a számítógép, az internet világa nem tud nyújtani nekik. Nem két előadáson van túl már a sorozat, mik voltak ezek és mik voltak a közönség reakciói? Október 23-a előtt tematikusan köszönthettük itt Turek Miklós színművész urat, aki a versszínház műfajnak a szülő atya, aki még történetesen itt a gyulai kastélyban maga Almási grófként is szerepel a kis filmünkben. Számtalan filmből és színházi előadásból ismerhetjük őt, és mint ahogy az előbb mondtam, ennek az egész műfajnak ő volt a kitalálója, ő volt a szülő atya, és egy nagyon izgalmas faludi előadást hozott ide hozzánk. Egy nagyon-nagyon nehéz műfajjal indítottuk ezt az előadás sorozatot, de hát én egy kicsit tartottam is attól, hogy egyből belecsapunk a közepébe, és hogy a gyerekeket ne üldözzük el a színház környékéről, de nem így történt. A pedagógusok és a gyerekek visszajelzései alapján is nagyon tetszett nekik az előadás. Nagyon-nagyon nehéz műfaj a monodráma, de a művész úr tökéletesen lekötötte itt a Vigadóba megjelent 270 fiatalnak a figyelmét, és utána egy kicsit könnyedebb vizekre evesztünk. Egy szintén budapesti társulat látogatott el hozzánk, az Itt és Most improvizációs társulat, Zanza Impro Zanza előadásával, ami szintén fergetegesen sikerült, a gyerekek bevonásával, a gyerekek mondták meg a színészeknek, hogy milyen szituációk legyenek, ők is bele voltak egy kicsit az improvizációba vonva. Ez már egy kicsit azért tényleg ilyen, hogy is mondjam, populáris, a fiatalabb, diákbarátabb előadás volt, de hát nyilván azért nekünk ez is a mottunk, ez is a célunk, hogy a komoly mondani valójú előadásokat ötvözzük a populárisabb színdarabokkal, és azért most is egy
kicsit félig komoly, félig vicces előadás érkezik hozzánk Nagyváradról. A Nagyváradi Pódium Színháznak az előadása lesz 16-án, február 16-án délután 1 órakor. Herman Ferenc színművész úr hozza, és a kis társulata, a Pódium színpad, a Svejka Derék Katona című előadását, és nagyon-nagyon izgulok, és nagyon remélem, hogy a fiataloknak ez ugyanúgy fog tetszeni, de hát nyilván utána majd kiderül, hogy a következő évre milyen érdeklődés fogja övezni a előadás sorozatot. Beindítottunk egy ifjúsági filmvetítést is, ami még nem ennyire sikeres, de természetesen azon vagyunk, hogy a fiatalok egy kicsit ismerkedjenek azokkal a filmekkel, amik hát nem szokványosak, és nem az általunk használt mozikban és internetes felületeken elérhető filmek, hanem nevezhetjük inkább művészfilmeknek. Nyilván egy kicsit mélyebb mondani valóval rendelkeznek, és most félre ne értsék, nem akarom itt ledegradálni azokat a filmeket, mert én is nagyon szeretem őket, amik a mozikban és a tévékben mennek, de egy kicsit azért szeretnénk itt is egy magasabb szintű kultúrát közvetíteni a fiataloknak. Itt ez még egy kicsit akadozik, de azon vagyunk, hogy itt is megtaláljuk azokat az irányokat, amik a fiataloknak és a pedagógusoknak tetszeni fog. Ebben Fodor György tanár úr segít nekem a filmek kiválasztásában, és ő beszélget a fiatalokkal a filmvetítés előtt és után is. A következő filmünk március 8-án délután 4 órakor lesz. Mozart testvérének a megvilágításából mutatja be a film azt a korszakot és a katartikusan nagy művészünket, Mozartot. Én nagyon röviden egy utolsó kérdés, mi lehet és mikor lehet folytatása ennek a Bejlett sorozatnak? Mi lehet a jövője a sorozatnak? Elkezdtem már összeállítani a következő évi programot, és a következő évit, ami úgy néz ki, hogy az szeptembertől, szóval így évadokban gondolkozunk, hogyha inkább fogalmazhatok, így szeptembertől májusig, június elejéig. Én ezt a formát természetesen fogok még egyeztetni a pedagógusokkal, hogy mik a visszajelzések, mik a visszhangok. Ezt az improvizációs színházat, ezt semmiféleképpen nem hagynám ki a következő bérletsorozatból sem, de felvettem a kapcsolatot egy olyan társulattal, akik fiataloknak szóló prevenciós előadásokat készítenek, és van egy díjnyertes előadásuk, Kovács Krisztián és Scherer Péter játssza egy drogprevenciós kétszereplős előadást, és nem titkolt vágyam, hogy őket elcsábítsam ide hozzánk Gyulára. Kovács Krisztián nagyon-nagyon is örülne neki, mivel hogy ő Békés megyei születésű, és több erőszállal kötődik a városunkhoz, és nagyon örült a megkeresésemnek. Őket szeretném ide csábítani a következő bérletsorozatba. Megtartanám a versszínházat is, és az improvizációs színházat is újból vendégül látnánk itt a Vigadóban. De azt sem vetettem még el, hogy ezt nem szélesítem ki alkalomattán 4 előadásra, vagy netán 5-re is. 3 előadás biztos, hogy lesz a következő évadban is. Köszönjük szépen! Igazán nincs.